вже тоді в східних областей не відчувають і не знають цінності європейської держави. Nyilvánvaló, látjuk, hogy a kelet-ukrajnai megyékben eléggé puskaporos a szituáció, és ez abból jön, és nyilvánvaló ez az annektálási folyamat, amit láthatunk, hogy hová vezet, ez nyilvánvaló oda lehet visszavezetni, hogy a kelet-ukrajnai megyék lakosságai, ők nincsenek tisztában azokkal az Európai Unió, teljes mértékben tisztában az Európai Uniós értékekkel, azoknak a pozitívummal, és ezért kell nekünk félrekutatni számunkra. Найбільшим прикладом того, як повинна розвиватися наша Україна, повинні бути такі країни, як Угорщина, які нещодавно стали членами Європи, відносно нещодавно стали членами Європейського Союзу, і мають яскравий приклад того, як розвиваються країни члени Європейського Союзу. És természetesen nekünk azon kell szorgalmaskodni, dolgozni, hogy mint mi ugyanúgy példaként fel kell említeni, és meg kell mutatni olyan országokat, mint Magyarország viszonylag friss és új Európai Unió tagságra nyíló ország, aki ez alatt a viszonylag rövid idő alatt mekkora fejlődésen esett át, és mekkora értékeket tudott képviselni, mint saját magán és ugyanúgy a teljes Európai Unió területén. І ми надіємо, що Угорщина, і ми переконані в тому, що Угорщина буде тут нашим дуже близьким партнером в цьому напрямку розвитку України, європейської України, як європейської України. І ми не чому візу, а ми будемо про радіозуве, що Магдоросаг тінек, egy méltó és egy tisztességes партнер lesz, ami két oldalú a területi elő együttműködés minden egyes területén.